Én és énke. Én magamat nem ismerem. Ez a szó, hogy én, ködös, rejtelmes, tragikus homáit jelent, felvillanó tüzekkel, tompa fájdalom vagy diadalmas öröm. Mások énje világosan, éles körvonalakban áll előttem vagy mögöttem, megnagyítva vagy megkicsinyítve, az én-énem lencséjén keresztül, de a lencse, maga üveg, láthatatlan, önmaga eltűnik, mikor láthatóvá tesz másokat. Magamat sokszor kerestem, s magammal sokszor tusakodtam a sötétségen keresztül, de csak kifejezhetetlen, szorongó indulatok, éles fájdalom, nyugtalan gyönyör válaszolt, mikor kérdeztem. Magamat nem ismerem, de ismerek valakit, aki bennem lakik, akivel én sohasem beszélgettem, aki gyakran megszólal, hetjén és hangosan, nem törődve azzal, hogy én sohasem válaszoltam neki, hogy szégyellem és zavarban vagyok miatta, mint valami neveletlen kölyök miatt társaságban az illedelmes szülő. Most, hogy beszélek róla, csodálkozva veszem észre, hogy még a nevét sem adtam meg neki, annyira haragszom rá, annyira igyekeztem mindig, hogy elhitesse magammal, hogy ő nincs. Pedig ő, van. Minek nevezzem? Énnek csak nem, hiszen ő nem én vagyok, ő egészen kicsike. Ő az énke, de nem szeretném, ha velem azonosítanák. Ink egy kicsike ember akkora, mint a mutató ujjam. De mégsem kicsike gyerek, hanem egy csöpp ember, borotvált arcú, fürge, mozgékony, gúnyos, elbizakodott mosolyjal, szemtelen szemekkel térnadrág van rajta, és sejemharisnya, mint egy kis márki, vidám, gúnyos, hegyket cinikus, hitetlen. Kerek és gúnyosan túzott mozdulatai vannak, fölényesen alázatos, udvarias, néha elképesztően arcátlan. Nem ismer ünnepi perceket, meghatódást, megilletődést, a csöndet nem szereti, a kínos szünetekbe hangosan hahotázik. Nem tudom, hol tanyázik, néha a fejemben van, agyvelőmre ül, és lábacskáit lóbázza, fütyörész. Néha a kezembe bújik, ujjamat rángatja, ülök szembe valakivel, tisztes derékúj ember, és komolyan illedelmesen beszélgetünk, ő ott van az ujjamban, rángatja azért, hogy fogja meg a fülét annak az úrnak egészen váratlanul, vagy az orrát, vagy fricskázzam meg. Inkább mindig ébren van, de beszélni rendesen olyankor kezd, mikor nekem a legkellemetlenebb, legkínosabb, mikor csöndre, figyelemre, áhítatra volna szükségem. Én csak hozzám beszél, soha máshoz nem szólt még. Kiszemelt magának, úgy látszik, és elhatározta, hogy céltalan vidám kis életének egyetlen programja engem bosszantani, zavarba hozni. Voltam már néhányszor úgy, hogy felolvat és kiáradt a szívem, forró szeretet töltött el, és fájdalmas vágy, hogy elmondjak magamról mindent barátomnak, szeretőmnek, odaadjam magam maradék nélkül, hogy megszeressenek, megsajnáljanak. Látod, ez vagyok. Ilyenkor kutattam magamban, megindultan, alázatosan, tisztán. Kutattam magamban, és rábukkantam én kire is, és rángatni, nógatni kezdtem. No, hát beszélj te is, mutasd be magad, hajolj meg, hiszen te is hozzám tartozol. De ő ilyenkor makacsul, arcátlan mosolyol hallgatott, és ha megszólalt, hozzám beszél, csak nem a másikhoz. Hadd abba már, mondja szemtelenül, fölényesen, nem látod, milyen komikus vagy? Most be akarod csapni őket, hát nem látod, de engem nem csapsz be, papa. Nem szégyenled magad, engem akarsz becsapni. Hiszen ismerlek, micsoda szentimentalizmus, ez milyen szamárság, de hát csináld, csináld, ha kedved van hozzá. El kell hallgatnom, mert nincs fegyverem vele szemben. Én szeretem a szép, sima kifejező szavakat, a mi értelmű igéket, az artisztikus fordulatokat. Szeretem a tragikus szavakat, mert hiszem, hogy ezek kifejezik az életet. Az ő szótára aljas, cinikus, szemérmetlen, közönséges, pervers, élvezette gyűjtöket, az útszéli kiszólásokat, a tömör és hegyke, zamatos jelzőket, összeszedés, habozás nélkül használja csavargók, kiasszok, durva emberek, parasztok, katonák szókincsét, az argót, barátja, hitetlen, alantas, külvárosi Cselék, a romlott rikkancs gyerek, a hitetlen városi zsidó, a züllött cseléd, a kávéházi ügynök. Szótárát ezektől lopkotta össze énke, ezekkel a szavakkal rémít meg, egy kétségbe pirít el éppen olyankor, mikor a legszebb, legmélyebb, legzengőbb szavak kristályát keresem magamban. Legmélyebb perceimet tette tönkre, mikor közeledtem az élet értelméhez, a fájdalomhoz. Igaz, hogy sokszor ezzel mentette meg puszta pogány állati életemet. Kamaszkoromban naplót írtam magamról és magamnak, hogy ne olvashassa senki más, csak én. De mikor a végső igazságot le akartam jegyezni magamról, ő volt az, aki megszólalt. No, tatuska, mondta, ezt ne írd le, mit szól hozzá az, akivel el akarod olvastatni? Még kiábrándul belőled, és nem hiszi el, hogy az vagy, akinek látszani szeretnél. De hiszen éppen azt akarom, erölködtem se. Jó-jó kisöreg, mondta ő, és én engedelmeskedtem, hogy ne legyek kénytelen vitázni vele. Ő tette tönkre a verseimet, két rím közt megszólalt hangosan, viccelve. Bánat az jó, jó rím, mondta, persze nem azt akartad írni, ugye? De hiszen nem az a fontos. Az a fő, hogy közvetlenül hasson, mint a lelked legmélyéről fakadna. Holott a lelked legmélyéről már csak azért sem fakadhat, mert én ott ülök, cigarettázom, lóbálom a lábamat. Passz! Ő az, aki torkomba szorul, mikor kondoleálok, mert meghalt valaki. Ilyenkor vicceket mond. Nézd, mondja, milyen orra van neki, mint egy uborka, milyen szépen sétálhatna rajta egy darázs. Akkor kénytelen volna odakapni, hogy ne lenne az. Nem tudom, ismerik-e énkit a színészek? Én, ha színész lennék, nem tudnám elviselni őt. Néhányszor beszéltem közönség előtt, szónokoltam vagy szavaltam. Ezek voltak a legfégtelenebb percei. Egy pillanatra be nem állt a szája. Én beszélek, szónokolok, emelem a hangom, indulatba hozom magam, meghatódom és hatok, még talán könnyezem is ő, közben egy pillanatra se hallgat el, beszél, folyton beszél, ami eszébe jut, ő az a cínikus, szemérmetlen, és ezen a hangon. A legkevésbé sem zavartatja magát attól, amit én beszélek, egyszer rémülten kaptam rajta Orfeum kuplét éneket miközben én felindulva, emelt hangon az emberiség céljáról, egy hős tragikumáról beszéltem. De ez még a jobbik eset, ha nem figyel arra, amit én csinálok, smulattatja magát rossz dalokkal, verkli muzsikával. Rosszabb az, mikor felfülel, odafigyel, ellenőriz, kritizál. Én a közönséghez beszélek, ő pedig hozzám szünet nélkül. Na jó, papa mondja, ez elég jó volt. De most aztán vigyázz, tudod a következőt, amit mondani akarsz, emeltebb hangon mond, egy kicsit reszkettetni kell a gégét. Most hatulj meg, csinálj úgy, mint a könnyezni akarnál. Most rossz volt, ezt jóvá kell tenni, majd ott tudod, ahol az az izé van, azzal a felháborodással vagy mivel, szóval azzal a vacakkal. Erre itt vigyáz az első sorban, ez nem figyel, rá kell ordítani. Vajon miféle alak lehet? Jó alak. Mit szólna, ha most hirtelen elkezdenéd énekelni azt, hogy Sári, te vagy a párom, hajhoha hó, hajhoha hó, vagy ezt, hogy nagypapa, nagypapa, papa, pam, pam, pam. Amit a kavaréba énekelnek. Nem tudom, ismere én két más is, de ismerek embereket, akiről tudom, hogy nem lakik bennük. Hirtelen haragúak a felbőszülők, az őszintén gyávák, akiket ösztönök vezetnek, akiknek agyát elönti a vér, kést ragadnak, döfnek, ordítva hullanak térdre. Ezekben inke nincsen, mert énke a kést emelnék, és ezt hörögném, most megöllek, csalfa asszony, visszakapná a kezem, s nyugodtan mondaná, no! Majd meggondolod te ezt az ölést, és a könyörögni akarnék az életemért, ha hotázna belül, és csófolná azt, akit fenyeget. Mert ő nem törődik az én életemmel, ő nem sajnál engem. Ő az, aki énekelged, dúdolgat, mikor könnyek törnek szemembe a kíntól, mondván, jól van, most emelt fel a kezedet a szemedhez, most így hajtsd le a fejedet, most hangosabban, mert figyelnek rád milyen furcsán bőksz, tramtadaram, jó pofa vagy, bőkhetsz miattam, pusztulj el, ne is lássalak, unlak már. Különben hogy vagy? Ő az, aki párhuzamosan beszél azokhoz, akikhez én beszélek, de míg én tisztelettel, rendesen csinálom, ő ugyanakkor hallatlan gorombaságokat mondogat Fokhegyről. Ő az, aki letegezi a miniszterelnököt, míg én azt mondom, kegyelmes uram talán lehetne, Letegezés így szól. Nézd, fiacskám, gyerünk, gyerünk, neked nincs időt, nekem se, ne untassuk egymást. Azt hiszem, utolsó perceimet is tönkreteszi majd, s megfosztja minden nagyszerűségtől. Míg én hörögve készülök a nagy útra, énke hegykén ott ül majd beesett orrom tetején és dirigál. Na, most valami ügyes bonmot öreg, mielőtt elmennél túróér hogy emlegessék a kis romantikusok, meg a nagyképűek, akik soha se ismertek téged, és soha engem meg nem ismertek. És ő az, aki kiveri kezemből a tollat, most, hogy beszélni akarok róla. Jó téma vagyok, ugye? mondja odavetően. Bár kevesen értenek meg, de viszont kevesen veszik észre, hogy csak témául használtál engem, mert nem volt más írni valód. Vásodkölyök, mit feleljek neki? Csak jobban elbízza magát. Mondjam neki, hogy hazudik, hogy nem igaz, hogy csak téma, hogy én meg akartam rajzolni őt, elmondani, bevallani, hogy bennem él. Szemtelenül, önhitten mosolyog. Igen, mondja. Na jó. De hát akkor miért nem hagyod, hogy a magam szájával szólaljak meg? Így csak közvetlenebbül jobban be tudnál mutatni. Miért írsz körül, miért jellemezel? Hadd, hogy magam beszéljek. Majd én bemutatkozom nekik. Nem, nem, azt nem lehet. Azt nem lehet komoly, rendes könyvben újságban. Hallgass, neveletlen.